Nem tudod, miért mosolyog a hold, ha országúton szembe jön veled. Vermes Tímea vagyok, operaénekes, a Pécsi Nemzeti Színház művésze, és azért csatlakoztam ehhez a kampányhoz, hogyha mondhatjuk így, mert nagyon szimpatikusak voltak azok a bejátszók és videók, amiket nekem átküldtél és megnéztem egyrészt. Másrészt a téma maga egy elég megosztó téma, amiről nagyon keves embernek úgy gondolom nyíltan beszélni, főleg a nők körében. Rácsodálkozom, hogy ölve kap. Túl azon, hogy a 21. században már nagyjából emancipáltak vagyunk, és a nők legalább annyi joggal rendelkeznek, mint a férfiak, mégis vannak olyan megkülönböztetések, amik a mai napig, hát, ha mondhatom így, megkeserítik a nők sorsát. Nyilván ez nem annyira drámai, mint az a dráma, ami mondjuk zárt ajtók mögött zajlik akkor, amikor családon belüli erőszakról, vagy bármilyen erőszakról beszélünk. Kiszökni mindig a hátsó kapu. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb hiba az, hogy elhallgatják. Tehát, hogyha lehet bármit tenni, akkor az elsődleges szempont az, hogy mondjuk el. Most az mindegy, hogy kinek, barátnak, barátnőnek, édesanyának, testvérnek, de beszéljük ki magunkból, akár az orvosnak, vagy bárkinek. Nyilván nagyon sok helyen nincsenek olyan nem adottak olyan lehetőségek, hogy orvoshoz forduljanak, hogy különböző fórumokon ezt elmondják. Mégis azt gondolom, hogy az erőszakhoz mindig kettő ember kell, tehát kell egy elnyomó, és kell egy elnyomott, és ez a két oldal, ez nagyon meghatározó ebben a témakörben. Ha hagyjuk magunkat, ha a nők hagyják magukat elnyomni egy bizonyos ponton túl, mert hangsúlyozom, nem azt mondom, hogy a nők legalább annyi szerepet és olyan komoly feladatokat vállaljanak az élet bizonyos területein, mint a férfiak, de hogyha hagyjuk azt, hogy elnyomottként bánjanak velünk, vagy bármilyen területén az életnek, akkor azt el is hiszi a környezetünk, hogy hagyjuk. Ha tehetem, akkor én is elmegyek 14-én a Sliven rendezvényközpontba, 17:30-kor, és én is ott leszek, és én is megnézem ezt a nagy megmozdulást, ezt az össznépi banzájt. A mozgás és a tánc az mindig örömet okoz, úgyhogy minél többen jöjjenek el és vegyenek részt.